Közeledik a fűtési szezon. A kémények felülvizsgálatát az egylakásos ingatlanoknál a tulajdonosoknak kell igényelniük. A díjmentes szolgáltatás kérhető telefonon, e-mailben vagy interneten. Telefonon Ruskáné Takács Anita, a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője tájékoztatta a Rábaközi Televíziót. A Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi igazgatóság nagy figyelmet fordít a megelőző munkára, így minden lehetőséget megragadunk, hogy a lakosságot tájékoztassuk, hogy legyenek biztonságban, akár a tüzek, akár a szénmonoxid mérgezés megelőzéséről van szó. Mivel mind a szénmonoxid mérgezés, mind a kémény tüzek megelőzése kapcsolatban van a kéménysepréssel, illetve megváltoztak a kéménysepréssel kapcsolatos jogszabályok az idén, így úgy gondoltuk, hogy közösen tartunk egy tájékoztatót a BMOKFK kéményseprői kari szervének Győr-Moson-Sopron megyei ellátási csoportvezetőjével arról, hogy a lakosságot érintő változásokra felhívjuk a figyelmet, illetve a megelőzés lehetőségeire is egyben. A szénmonoxid mérgezés egész évben valós veszély, amely nem csak a fűtési szezonban leselkedik ránk, hiszen például a kombi kazánokat vízmelegítésre egész évben használjuk. Idén eddig 17 esetben kérték a Győr-Moson-Sopron megyei tűzoltók segítségét szénmonoxid jelenléte vagy a mérgezés gyanúja miatt. A tavalyi évben 45 ilyen tűzoltói beavatkozásra került sor. Mivel egyre több lakásban van szénmonoxid érzékelő, ez talán a megelőző tájékoztatóinknak is köszönhető, ezek a készülékek általában időben jeleznek, s így megelőzhetőek a tragédiák. A fűtéssel, vízmelegítéssel kapcsolatos veszélyek elkerülhetőek, tehát az embereknek néhány dologra oda kell figyelni, hogy önmaguk és családjuk biztonságát megóvják. A mérgező gáz veszélyes mennyiségben való felhalmozódása több okból is lehetséges. Gyakori ok, hogy a nyílt lánggal égő fűtőberendezésnek nem megfelelő a műszaki kialakítása. Tehát fontos, hogy ezeket a berendezéseket már eleve szakember építse be. Ugyanilyen fontos, hogy ezeket karbantartsuk, tehát fontos időszakos karbantartás. Egyéb kiváltó ok lehet az is, ha a lánggal égő berendezés levegő utánpótlása nem biztosított, tehát nagyon fontos, hogy a szellőző nyílásokat, rácsokat ne takarjuk el, illetve az ablakon keresztül, nyílásbárokon keresztül is rendszeresen szellőztessünk. De ugyanilyen fontos az is, hogyha esetleg elmarad a kéményseprés, és emiatt felhalmozódik a kéményben a korom. Ajánljuk még mindenkinek azt, hogy megbízható szénmonoxid érzékelőt is szerezzen be lakásába saját biztonsága érdekében. Ugyanilyen kiemelt feladata a katasztrófavédelemnek, hogy a kéménytüzek számát is csökkentsük, amelyből idén idáig az év elején a fűtési szezonban már 23 volt megyénkben, tavaly egész évben ez a szám 55 volt. Itt a legfontosabb megemlítenünk azt, hogy csak olyan tüzelőanyaggal szabad fűteni, amit szolgál a berendezésünk, nevezetesen ne égessünk szemetet a kazánba. Nem csak száraz fával színnel tüzelünk, hanem háztartási hulladékot, műanyagot tartalmazó szemetet dobunk a kazánba, sokkal több lerakódás képződik a kéményben, amely így eltömődhet, a füst visszaáramlik a lakásba, de akár kéménytűz is keletkezhet. Bár még van némi idő a fűtési szezon kezdetéig, fontos a lakosság tájékoztatása. Fontos, hogy megtudják azt, hogy a kéményseprésen kapcsolatos jogszabályok változtak. Ennél a legfontosabb megemlíteni azt, hogy a lakossági kéményseprés ingyenes. Két éve a lakossági kéményseprés az ország nagy részén már a katasztrófavédelem kéményseprői végzik. Megyénkben a megye 183 településéből 182 településen a BMOKFK kéményseprőipari terve Győr-Moson-Sopron megyei ellátási csoportja végzi ezt a tevékenységet, és bemutatnám akkor most Tűcs Józsefet, aki ennek a megyei ellátási csoportnak a vezetője, ő a további tájékoztatást a változásokról, illetve hogy mi a teendő a lakosság részéről. Milyen változások lesznek a közeljövőben? Hát ami idén január 1-től a legfontosabb változás volt, az az, hogy a kéményseprés az továbbra is ingyenes, viszont csak a társasházakhoz megy úgy, mint korábban a kéményseprőről, tehát értesít kétszer, és utána elvégzi a szolgáltatást. A családi házaknál, az egylakásos ingatlanoknál ott a szolgáltatást meg kell rendelni. Ennek a megrendelésnek több csatornája is van, amit mi itt alkalmazunk jellemzően a megyében, és a megrendelésünknek jelentős része abból tevődik össze, hogy a kéményseprő a munkaterületen megjelenik, megkeresi az ingatlan tulajdonost, és ajánlja a szolgáltatást. Mi ezt úgy hívjuk, hogy igénylésre elvégzett sormunka, ha igényli a tulajdonos, akkor elvégzi, ha nem igényli, akkor nem végzi. Ezen kívül léteznek természetesen más csatornák is, meg lehet rendelni a kéményseprést online,
a www.kéményseplés.hu honlapon. Azon kívül meg lehet rendelni az ingyenesen hívható 1818-as kormányvonalon, a 9.1-es menüpontban. Ezen kívül egyetlen egy ügyfélszolgálati irodát tartunk fent, Győr megyejogú városban, a Bentúr utca 1/A-ba, ami a katasztrófa védelem megyei igazgatósága mellett található. Hogy miért szükséges a kéményseplés, és miért foglalkozunk ezzel már nyáron is, hát a katasztrófa védelem képviselői sok mindenről beszélt, de az tény, hogy a megfelelően karbantartott mégis termékelvezető berendezés mellett fejti ki minden tüzelőberendezés az optimális hatását, és így tud biztonságosan működni. A legjelentősebb változás az csak ugyanaz volt, hogy a társasházi ingatlanoknál maradt meg ez a kéményseprés abban a formában, mint amit évtizedeken keresztül megszoktak az ingatlan tulajdonosok, hogy kétszer értesít a kéményseprőt, lehet vele időpontot egyeztetni, de tulajdonképpen a jogalkotónak az volt a szándéka, hogy még szabadabbá tegye a magánszemélyek egylakásos ingatlanok tulajdonosai számára a választás lehetőségét, tehát az év teljes időszakában tud velünk időpontot egyeztetni, talán a felelős magatartás a tulajdonos részéről azt a időben egyeztet. Most pillanatnyilag minden megrendelést egy héten belül teljesíteni tudunk, fűtési fedő indultával ez az időszak lehet